Na, újra itt vagyok. Üdvözlök, szeretettel is jelentkezem a tegnapi hirdetéssel. Október 12. Vidd magaddal a sereget. Vedd magad mellé az egész hadinépet. Józsué 8.1. Itt van. Ha szellemi támadás ír, hadinéppel kell körülvenned magad. Ők tapasztaltak a szellemi hadviselésben, és tudják, hogyan kell elbánni az ellenséggel. Bevált stratégiáik vannak is rendületlen hitük, mely bátran ezt mondja. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róma 8.31. Az igazi harcosok az ige emberei. Tudják, hogyan vegyik kézbe a lélek kardját, amely Isten beszéde. Efezus 6.17. És hogyan használják az ellenség legyőzésére. Nem haboznak bevonulni az ellenség táborába, hogy visszaszerezzenek mindent, amit elrabolt tőlük. Első Samuel 30:8. A jó időkben bárki melletted tud állni, de ha találsz olyan embert, aki kiáll melletted, a nehéz időkben, akkor bánj vele értékes kincsként, és építs kapcsolatot vele. A Biblia azt mondja, Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Példabeszédek 17:17 Károli. Érted? Ők harcra születtek. Nem csupán a hitben erősek, hanem a harcban is. Nem feltétlenül a szó széken vagy a kórusban találod ezeket az embereket. Ők nem kürtöltetnek maguk előtt, nem lengetnek zászlókat, nem követelnek tapsot is éjjelzést. De tudják, hogyan járuljanak bizalommal a kegyelem trónusához. Zsidók 4.16. És hogyan hivatkozzanak Isten ígéreteire. Miután Józsué elfoglalta Jerikót, Isten azt mondta neki, vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen. Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Józsué 8.1. Ha ma küzdelmeid vannak, vedd magad mellé a hadinépet. Na, ez lett volna. Nézzük meg a mait. A tanúság tétel ereje. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr. Márk 5.19. A legerőteljesebb tanúságtétel az olyan élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Az emberek vitathatják a dogmatikádat, de a bizonságtételed az más. Pál 6 különböző alkalommal állt ellenséges hallgatóság előtt, és minden alkalommal elmondta személyes bizonságát. Nem vitatkozott, nem érvelt, csak elmondta a történetét. Dr. David Jongi Cho építette fel Dél-Koreában a világ legnagyobb gyülekezetét, 1 millió tag. Nem semmi. Az igen. Jó.
menjünk tovább. Ott egy hölgy vezette Krisztushoz, akivel csak egyszer találkozott. A hölgy elmondta a bizonyságtételét, továbbment és Csó, a korábbi buddhista, soha többé nem látta. A tanúságtétel csodálatos dolog, különösen akkor, ha a következetes életmód támasztja alá. Olyan emberek, akik mások szavára nem adnak, téged meghallgatnak, közel éreznek magukhoz, és reagálnak. Ha elmondod nekik bizonyságtételedet. Csak tarts szem előtt a következő négy dolgot. 1. Légy érdekes, röviden mondd el, és kerüld a közhelyeket. Jézus izgalmas lelkesítő, ő azért jött, hogy bűvölködő életünk legyen. János 10:10. 2. Légy konkrét. Beszélj arról, milyen volt a régi életed. Milyen volt a régi életed. B. Hogyan találkoztál Jézussal. És C. Milyen az életed most. És 3. Légy őszinte. Ne mondd, hogy minden problémád eltűnik, ha keresztény leszel. A keresztény élet nem játszótér, hanem harctér. Magyarázd el az embereknek, hogy továbbra is vannak küzdelmeid, de valami fontos megváltozott. Már nem vagy egyedül, mert nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van. 1. János 4:4. Hát így van. Negyedik, légy kedves, meleg szívű. Senkit sem lehet bekényszeríteni Isten országába. Légy kedves, vesd a magot, és hagyd az aratást az Úrra. Most pedig menj és vidd hírül, milyen nagy dolgot tett veled az Úr. Hát nagyon szép volt. Ez volt a mai hirdetés, hónap majd jelenkezem. Vissza fog térni az öröm. Ez lesz a hónapi. Igen, hirdetés. Sanyika voltam, köszönöm, hogy meghallgattatok, és szép napot, hamarosan élőadásban találkozunk. Minden jót. Isten áldjon benneteket, sziasztok. A legjobbakat.